Váci csoport, Váci delegáció érkezett ide Kiskörösre a szlovákok vendégeként. Hogyan jött ez a kapcsolat? Menjünk vissza a legelejére. Tisztelettel köszöntöm a kedves kiskörösi nézőket. Örülünk annak, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy eljöhetünk ide Kiskörösre. Régi kapcsolatunk van már ezzel a várossal, és én úgy gondolom, hogy akik idejöttünk most, azokat hoztuk el, azok jöttek velünk, akik támogatják a Váci szlovák önkormányzat munkáját. Tehát itt, ha tetszik nézni jobbra vagy balra, itt van a doktor úr, akkor itt van egy lelkész úr, művelődési háznak az igazgatója, dolgozói. Tehát ők mind támogatják a mi munkájukat. A Zsuzsival, itt a önkormányzat elnökével, szlovákkal régi kapcsolatunk van, hisz választmányi tag is volt, tehát régen ismerjük egymást, és úgy gondoltunk, hogy eljövünk ide, és egy együttműködési szerződést kötünk, írásban is, meg gyakorlatilag szóban is, és jövőt illetően szeretnénk együttműködni a kiskörösiekkel. Nekünk, mivel ugye határ mentén lakunk Vác, tehát közel a szlovák határhoz, gyakran vannak olyan rendezvényeink, hogy vállalkozók tanácskozását szervezzük, tehát szlovák vállalkozók jönnek, a Vác környéki vállalkozók jönnek, és nem lenne rossz, és sőt, jó lenne, hogyha a Kiskörösről is itt borászok vannak, meg különböző gyümölcs termesztés folyik, és lehet, hogy tudnánk azzal segíteni, hogy betörjenek a szlovák piacra is. Nagy izgalommal várjuk ezt a mai napot, hisz, ahogy hallom, megtisztel bennünket a polgármester úr is, fogad bennünket, utána megnézzük a Petőfi múzeumot, tájházát, és hát szeretnénk, hogy itt érezzük magunkat, és az a célunk, hogy kiskörösieket, delegációjukat, képviselőiket tavasz folyamán meghívjuk Vácra, és szeretnék mi is kicsit büszkélkedni a Vác nevezetességeivel, hisz Vác sport, kultúra városa, van mit mutatnunk, és sok szeretettel várjuk őket, és gondolom, hogy gazdag tapasztalatokkal térünk vissza Vácra. Korábban is gondolom jártak már itt Kiskörösön. Vannak nagyon híres, hosszú évekre, évtizedekre visszamenő szlovákokhoz kötődő rendezvényeink. Én ugye Országos Szlovák Szövetségnek voltam a titkára éveken át, több mint 20 évet dolgoztam ilyen funkcióban, majd utána az önkormányzatnál, meg országos elnök helyettes voltam. Nagyon sok kellemes ismerősöm volt a Kelemen Sanyit, hát nem tudom, ismerik-e őt, már szegényke megöregedett, akkor a volt polgármesterüket, akkor a Szőke Sanyi, a borász, akinek a SS Kft. Borászati dolga volt, és mindig ilyen nagyon jól hiszük magunkat itt, és gyakorlatilag nem csak, hogy énekeltünk, táncoltunk, hanem komoly nemzetiségi dolgokkal is foglalkoztunk, és ugye az volt a jelmondatunk valamikor, össze is jöttünk, és egymást abba támogattuk, hogy a múlt nem mögöttünk van, hanem a lelkünkben. Mit kell tudni a váci szlovákságról, az ottani szlovákokról? Hogy élik manapság a mindennapokat? Vácnak a lakossága 35 ezer jelenleg, és a környékbeli településekről, mint Acsa-Csővár, Püspökhatvan, Galgagyőr, és a Nógrád megyei településekből is, amikor a TSZ-ek megszűntek, ugye volt az iparosítási dolog, akkor a szlovák településekről, falukról bejöttek Vácra dolgozni, a DCM, a Forte és egyéb üzemek, és Vácon letelepedtek. Most mi ezeket a lakókat, ezeket az embereket szépen felkerestük, és igényeket felmértük, és azt mondták, hogy igen, szeretnék a hagyományaikat ápolni, népviseletüket, kultúrájukat, tehát néptáncot, népdalokat és így tovább, és akkor megalakítottuk Vácon is a szlovák önkormányzatot, a városi önkormányzattól maximális segítséget kaptunk, ehhez helységet kaptunk, meg mindenféle technikai dolgokat is, és ezzel beindult a munkák, most már 21. éve van, működik. Minden évben decemberben megrendezzük a szlovák karácsonyt, ahol 400-500 ember vesz részt a környékbeli településekről, és arra mi általában a Szlovákiából hozzuk az együtteseket. Például most holnap, szombaton 20-án Mladoszt együttes fog jönni Dubicanodváhon, magyarul az Vágtölgyes, Trencsén fölött van, akik olyan híresek, hogy tavaly télen a koreai téli olimpián léptek fel táncaikkal, ők épülnek fel. December 15-én lesz a szlovák karácsony, oda szintén Nyitráról jön egy együttes, és ez is azt jelenti gyakorlatilag, hogy segíti a munkánkat. Felnőttek részére oktatást szervezünk, tavaly 34 felnőtt járt a szlovák oktatásra, ebben az évben 24-en jelentkeztek. Nagyon jók a kapcsolataink, a Vácnak 14 testvérvárosa kapcsolata van, Szlovákiából kettő van, Iposságból egy, és Dubicanodváhon, ez a Vágtölgyesi városon a kapcsolat, itt is nagyon komoly, tehát nem csak a vezetők találkoznak ezeken a rendezvényeken, hanem a nyugdíjasok, a diákok,
téli olimpiákat mi is szervezünk Szlovákiába, ők is jönnek hozzánk, úgyhogy úgy gondolom, hogy együtt egymásért végezzük a tevékenységünket. Találkozunk majd jövőre a Szlovák Nemzetiségi Napokon, Rétes Fesztiválon, Városalapítók napján, számíthatunk-e önökre? Hát én úgy gondolom, hogy most fordítsunk a kérdést, ami nagyon érdekes. Mi nálunk a Vigalomban minden évben, ahol sok-sok ezer ember vesz ezen a részt, és ott tényleg különböző testvérvárosok delegációi, kultúrcsoportjai jönnek Japántól kezdve, Törökországtól, tehát akikkel van Szlovákia, Csehországgal, Lengyelországgal, és nagyon jól működik a Visegrádi négyet együttműködése. Például ebben az évben a Visegrádi Fondból, alapítványból kaptunk lehetőséget, pénzt arra is, hogy megrendezzük a gyerekek a négy város, tehát Otrokovice, Csehország, Zavadszky, Lengyelország, Ipolyság, illetve Vác. A gyerekek számára az atlétikai olimpiát nagyon jó volt, és szeretnék azt, hogy már a gyerekek ebben a korban is ápolják a hagyományaikat, és ezzel segítsük a népek közötti barátság erősítését.